A Pillanat varázsa címmel nyílt meg Szücsné Négyesi Éva amatőr természetfotós kiállítása november 26-án a Városi Könyvtárban. A Tisza-tó élővilágát, szépségeit bemutató tárlat 2022. január 29-éig tekinthető meg. Újabb és újabb amatőr fotósok vagy amatőr festők jelentkeznek kiállításukkal, alkotásaikkal a városban vagy akár az országosan meghirdetett pályázatokon, ahol a feladat a körülöttünk élő természet megörökítése. Számunkra, akik a Tisza-tó mellett élünk és van lehetőségünk a vízi vagy vízparti élővilágot gyakrabban látni, nem meglepetés az, hogy ilyen sok embernek jelent élményt, örömet ez a táj. És ennek megörökítésére időt, energiát, pénzt is áldoznak. A november 26-án megnyílt kiállításon a tiszafüredi születésű, jelenleg Poroszlón élő Szücsné Négyesi Éva természetfotós mutatkozik be az érdeklődőknek. Ahogyan a rövid életrajzban olvasható, a túrái során kezdett ismerkedni a fotózással. Egy automata kisgéppel, majd kompakt technikával, jelenleg egy tükörreflexes géppel dolgozik. A mesterséget Jakab Tibor természetfotóstól tanulja. Ha végig sétálunk a kiállításon, igyekszünk összefoglalni, mit is lát a Tisza-tóból a fotós. Megragadják őt a természeti környezet változásai, a látványos felhőalakzatok, melyek formájukban és színükben akár óráról órára változnak. A tájképek mellett sokkal jobban érdekli a természetfotóst az élővilág, amely éli mindennapi életét, táplálkozik, szaporodik, védelmet keres. A képeken a madár és rovarvirág egyedei jelennek meg. A madarak külső megjelenésükkel, mozgásukkal vagy mozdulatlanságukkal ragadják meg a fotós figyelmét, aki igyekszik megörökíteni az életnek, a természetnek azt az egy gyorsan múló pillanatát. Szücsné Négyesi Éva másik jellegzetes témája a rovarok, pókok élete, ahol elsősorban makrofotókat készít. A makrofotózás a természetfényképezés legnagyobb kihívást jelentő területe. Olyan perspektívát és részleteket mutat meg, amelyek egy átlagos nézőpontból nem láthatók, vagy elkerülik a figyelmünket. Makrofotónak nevezzük azt a fényképet, ahol a megörökített dolog ugyanakkor a méretű, vagy éppen nagyobb, mint a valóságban. Ezekről a képekről a vízimadarak mellett egy szöcske, egy sikló, egy lepke, egy pók, vagy szitakötő néz ránk, úgy, hogy testének legapróbb részletét is megmutatja. Ezekről a képekről a vízimadarak mellett egy szöcske, egy sikló, egy lepke, egy pók vagy szitakötő néz ránk, úgy, hogy testének legapróbb részletét is megmutatja. Mivel a tó az éltetője ennek a világnak, ezért a víz is mindig jelen van, bár nem hangsúlyosan. Van, amikor egy hullám vagy csak néhány vízcsepp formájában. Érdekes és szép ez a világ, amit Szücsné Négyesi Éva megmutat nekünk.